Köszöntöm a nézőket újra. Az előbb a 107. paragrafusnál tartottunk az új kisebbségi törvény előkészítésénél, melynek a már elkészült verziója, annak az elérhetőségét megtalálhatják a videó alatti leírás részben, most pedig folytassuk az indokokkal, hogy mi megy ki belőle, miért megy bele, miért, stb. Úgyhogy 107. paragrafus. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett intézmények, amennyiben a fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás eltérően nem rendelkezik a normatív és egyéb hozzájárulások tekintetében az egyház jogi személyiséggel azonos elbírálás alá esnek, hogy ez kimegy belőle, hogy a zölddel jelöltek mennek ki belőle, a pirossal jelöltek pedig bele, de ilyen még egy jó darabig nem lesz. 108. paragrafus első bekezdés. A 106. paragrafus második bekezdés A pontja szerinti feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi feladatok ellátására kiadásainak a fedezete. Ugye a 106. paragrafus feladatrendszerét szinte egy az egyben töröltük, úgyhogy ez a rész is kimegy belőle, mert ez egy olyan visszautalás, ami így értelmét veszti. A 109. paragrafus is szintén ugye zölddel van kijelölve, úgyhogy megy is ki belőle. A nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás, a nemzetiségi kulturális autonómia körében kiírt állami és EU-s pályázatokon a helyi önkormányzatokkal azonos feltételek mellett vehetnek részt. Nos, azt, hogy pályázatokon milyen feltételek mellett vehetnek részt, hogy ezt külön ki kell írni, hogy azonos feltételek mellett, ez nem megfelelő. Nyilvánvalóan azonos feltételekkel vehetnek részt mindenféle pályázaton. Ezt nem kell külön törvényben szabályozni, mert ha kell, akkor az nagyon nagy bajt jelent, ugye az egy állandó jogfosztott helyzetet jelent alapvetően, ami egyébként jellemzi is a jelenlegi nemzetiségi önkormányzati rendszert, amit viszont egy az egyben felszámolunk, úgyhogy ezek a problémák, az önkormányzatokhoz kötöttség, ez megszűnik, ugye regionális és országos szintre rendeződnek, így aztán ezek a fajta jogszabályi megkötések már nem kellenek szerencsére. 130. paragrafus. Az első bekezdése ugye szintén megy ki. A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli dolgaival, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladati egységes szabályok szerinti elvégzése átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi önkormányzat által működtetett állami informatikai rendszerrel összekapcsolódó informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközéként is szolgál. A rendszerben kötelezően közzétehendő további adatok körét külön jogszabály határozza meg. Nos, a kisebbségi önkormányzatokban politikai beleegyezéssel tulajdonképpen a már előre lezsírozott dolgok a kapcsolatban úgy lopnak, ahogy akarnak, tehát ez a jogszabályi rész, ez a fajta ellenőrzés, ez nem vált be, tehát ezt töröljük is, ez hülyeség, teljes körű, nyilvános elszámolásra fognak tartozni, amelyhez mindenki hozzáférhet, úgyhogy kénytelenek lesznek tisztességesen viselkedni, és nem bízzuk az ellenőrzésüket a hivatalokra alapvetően, hanem sokkal inkább a társadalomra, a lakosságra, és főleg a saját kisebbségeikre bízzuk az ő ellenőrzésüket, és erre adjuk meg nekik a lehetőséget a nyilvánosságon keresztül. Ráadásul a helyi szint úgy is megszűnik, tehát ez a paragrafus egyébként is ki kell, hogy menjen belőle. Második bekezdés. Az országos nemzetiségi önkormányzat, ugye a pirossal jelölt rész megy bele, a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai egységes szabályok szerinti elvégzésére az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszere megteremtéséhez pénzügyi és technikai feltételeit az állam biztosítja. Jó, ez benne marad. Mármint, hogyha bármiféle pénzügyi, technikai rendszerre kell kiépítésre szükséges, akkor értelemszerűen ezt a központi államszervezet biztosítja, nem csak ebben az egy esetben, ezért hagytuk benne, mert ez így egy tágabb megfogalmazás.
a 131. paragrafus nemzetiségi önkormányzatokat törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonos megilletik, illetve terhelik. Ugye egyrészt a törvény nem mondja meg azt, hogy mivel szemben, így aztán ez egy eléggé homályos paragrafus, másrészt pedig nyilvánvalóan ugyanolyan tulajdonosi dolgok illetik meg, mint bármilyen más tulajdonost, hiszen ez egyértelmű. Tehát ez egy intézmény, és innentől kezdve, mint bármely intézményt, vagy bármely tulajdonost ugyanolyan jog illeti meg. Tehát ez önmagában ennek a paragrafusnak igazából értelme sincs, ez teljesen fölösleges tisztázni. Mert ezzel szemben nincs semmiféle jogszabály, hogy ez esetleg ne illetné meg őket, természetesen megilleti. 132. paragrafus első bekezdés. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő, hogy alapvetően az önkormányzat tagjai felelnek. Tehát ugye nem a képviselőtestülete, mert olyan nem lesz, nem a közgyűlése, mert olyan nem lesz, nem az elnöke, mert olyan nem lesz, hanem alapvetően mindannyian, akik választottként ott ülnek. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. Nyilvánvalóan ez arra szorítja őket, hogy odafigyeljenek a költségvetésükre, ez természetesen benne marad. Második bekezdés viszont ugye zölddel jelölt, tehát ugye megy ki belőle. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerinti gyarapítása. Nos, megint csak a törvényi rendelkezés ugyanazt feltételezi, amit már itt jó párszor a videók folyamán előjött, ilyet a törvényet, amikor végignéztük, hogy megint csak azt feltételezik a kisebbségi önkormányzatokról, hogy ők nem hajlandóak elvégezni a feladatukat, és emiatt ilyen dolgokat meg kell nekik határozni, hogy a vagyonát mire használja, nyilvánvalóan a képviseleti tevékenységére használja, a törvénytelen dologra, akkor azt a rendőrséggel fogja elintézni, tehát ez nem a jogszabályalkotó feladata, hanem ez az ő feladatuk, és ne degradáljuk őket ilyen törvényi kijelentésekkel. 133. paragrafus. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. Hát ezen tovább is mehetünk, az alakulőülés jegyzőkönyvéről szóló részt azt kiszedjük belőle, mert nem lesz ilyen. 134. paragrafus, de ugye ennek a alakulőülés dolgot ezt ma az előzőekben szabályoztuk, úgyhogy erre már nem térünk vissza itt is. 134. paragrafus. A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást, vagy az állomásztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget a részére járó egyes támogatások folyósítása. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. Ez nyilvánvaló, tehát legyen egy költségvetési felelősségük ezzel kapcsolatban, hogy legyen ennek a teljes dolognak a tudatában ez a rendszer, de ezért ezt benne hagytuk, meg ezt érdemes is benne hagyni. Egy új részhez érkeztünk, ugye egy új fejezethez, a gazdálkodás és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése. Ugye ez eddig nem nagyon jött össze a magyar államnak, tulajdonképpen szinte egyik intézményevel kapcsolatban sem, és emiatt ez jelentős módosításon esik át ez a fejezet. 135. paragrafus. Ugye ez egy az egyben megy is ki belőle. Az Országos Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának feladata az országos önkormányzatnál és költségvetési szerveinél, különösen az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves beszámoló tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése, értékelése, pénzügyi döntések, különösen a hitelfelvételek megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és belső szabályozások hatályosulásának vizsgálata, a bizottság a vizsgálatának megállapításait haladéktalanul megküldi a képviselőtestületnek, a közgyűlésnek. A képviselőtestület közgyűlés jelentésről
jelentéséről soron kívül dönt, közgyűlési jelentés, igen, a döntés elmaradásáról tovább a képviselőtestület közgyűlés bizottság vizsgálati megállapításaival nem ért egyet, illetve szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt és az állami számvevőszéket. Nos, mivel ezeknek a szerveknek kormányhivatal nem lesz a főnöke, így aztán őket nem tájékoztatják. Az állami számvevőszéket tájékoztatni fogják, de akkor, vagyis az állami számvevőszék belekerül ebbe a játékba, mert ugye ők figyelik a költségvetését a magyar államnak, de akkor nézzük azt, hogy hogyan lehetne ezt úgy szabályozni, hogy ez esetleg végre működjön is. A pirossal jelölt rész megy bele. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának hatékonyságát és törvényességét az állami számvevőszék felügyeli. És akkor ezzel már is kiiktattuk ebből a játékból a kormányhivatalokat, stb., mert ez nem való oda. 136. paragrafus szintén megy ki belőle az eddigi rossz szabályozásnak, ez egy újabb eleme. A törvényben szabályozott feladat és hatáskör átruházása esetében a szükséges vagyontárgyakat az átadó önkormányzat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, átvevő nemzetiségi önkormányzat használatába adja, külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Ez nem akadályozhatja az átadó önkormányzat feladat és hatáskörének ellátását. De alapvetően ezek a különböző variációk, ez az átadás-átvétel dologgal, ezek azért jöttek elő, mert egyszerűen ezek az önkormányzatok mini önkormányzatok voltak, amik más helyi szintű apró önkormányzatokhoz kapcsolódtak össze ugye a nemzetiségi önkormányzatok a normál önkormányzatokkal, és ezért néha átpakolták egymáshoz a hatásköröket, ilyen statisztika szépítés vagy túlélési szempontból, de mind a helyi szintű miniatűr önkormányzatokat összevonjuk, mind pedig a nemzetiségi önkormányzatokat szintén egyben összevonjuk, de az egyik, de a nemzetiségi önkormányzatok alapvetően csak országos szinten fognak működni, kivéve a romák önkormányzatát, ott lesznek regionális szintek is, de erről már az elején volt szó. Úgyhogy megyünk is tovább, 137. paragrafus első bekezdés, ez feketével van jelölve, úgyhogy ez benne marad. Az e-törvény hatályba lépését követően az országgyűlés által nemzetiségként elismert közösség újonnan megalakuló országos nemzetiségi önkormányzata működési feltételeinek biztosítására a megalakulásukat követően az állam 150-300 négyzetméter hasznos alapterületű önállóan használható épületet vagy épületrészt biztosít. Az épületet, épületrészt egyszeri ingyenes vagyon juttatásként az országos önkormányzat tulajdonába kerül. Az egyszeri ingyenes vagyontulajdonlásként megszerzett épület, vagyonjuttatásként megszerzett épület vagy épületrészt az országos önkormányzat törzsvagyonát képzi, mely a törvény erejénél fogva forgalomképtelen vagyontárgynak minősül. Tehát értelemszerűen itt egyszerűen magyarra fordítva arról szól ez az egész dolog, hogy az állam egy-egy újonnan létrejövő országos nemzetiségi önkormányzat számára egy ingatlan biztosít. Ez rendben van, ez benne marad. Egy újabb fejezethez érkeztünk, a jogutódlás és az ideglenes vagyonkezelés fejezetéhez. 138. paragrafus első bekezdés. Bármely módon megszűnő nemzetiségi önkormányzat jogutódja a soron következő általános választáson újonnan választott megalakult nemzetiségi önkormányzat. Ugye ez benne marad. A második bekezdés viszont megy ki belőle. Ha az általános nemzetiségi önkormányzati választás eredményeképpen nem alakul ki új helyi nemzetiségi önkormányzat, tehát ugye szintén azért kellett ez a bekezdés, mert sok esetben nem nagyon tudták megalakítani a nemzetiségi önkormányzatokat helyi szinten, mert egy nagyon pici településen ez nem biztos, hogy összejött, és hát emiatt elég gyakori problémák voltak. Viszont mivel ezek után csak országos és a legnépesebb kisebbség esetében regionális önkormányzatok lesznek, így aztán azok biztos, hogy meg tudnak alakulni, ahhoz van elegendő ember, ez nem okoz majd problémát. A harmadik bekezdés az időközi választásokról szól, de arról már rendelkeztünk, hogy ennek a lehetőségét megszüntetjük, és akkor nézzük azt, hogy mi az, ami belemegy pirossal jelölt rész.
A volt helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyonelemei a regionális, és ha nincs, az országos nemzetiségi önkormányzatokhoz kerülnek, ott döntenek azok további sorsáról. Tehát ugye alapvetően ez az átalakulásnak a paragrafusát, az átalakulás szövegét beszéljük meg ezzel, tehát ez a rész arról szól, hogy mivel eddig ugye ez a felaprózódott, szétdarabolódott rendszer, ez központosítva lesz, így aztán a kisebbségek országos önkormányzatai egyben megkapják az eddigi tulajdont, aztán ők döntenek arról, hogy mi az, amit eladnak, mi az, amit nem adnak el, stb. Ez az ő dolguk. 139. paragrafus szintén megy ki belőle, első bekezdés. Az ideglenes kezelői feladatokat, hát ideglenes kezelői feladatokat nyugodtan mellőzhetjük, ugye ezek után nem lesz ilyen, az ideglenes kezelő meghatározása annak jogszabályi dolgairól szintén kimennek a törvényből ezek a dolgok, mert nem fogják egymáshoz átpakolászni a különböző intézményeket, mert ugye megszűnik a szétdaraboltság, nem kell ez a statisztikai, meg valós életben maradásért küszködés, hanem így már azért lesz bőven elegendő pénzük is egy-egy feladatra, meg nem lesznek életképtelennek a szintek, ahogy összeáll jelenleg a rendszer. Negyedik bekezdés. Az ideglenes kezelő feladata az új testület önkormányzat alakuló ülését követő legfeljebb 30 napon belüli átadás átvételig tart. Ez is kimegy belőle, ugye ez szintén az ideglenes kezelőről szóló sztori volt, tehát egészen eljutottunk a következő fejezetig. Elszámolás az önkormányzat és képviselőtestület közgyűlés megszűnése esetén. A 140. paragrafus szintén megy ki belőle, első bekezdés. Az önkormányzat vagy a képviselő testület a közgyűlés megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználására az új képviselőtestületnek, közgyűlésnek, ha nem alakul új képviselőtestület, közgyűlés, települési és területi nemzetiségi önkormányzat esetén a fővárosi megyei kormányhivatalnak, az országos önkormányzat esetén az országos önkormányzati hivatalnak. Ha az elnök megbízatása az önkormányzat vagy képviselő testület megbízatásának megszűnése nélkül szűnik meg, a első bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség terheli az újonnan megválasztott elnök felé, ha erre nem kerül sor a képviselő testület felé. Nos, ez kimegy belőle, mivel itt számos olyan intézményt meg pozíciót soroltak fel, amit megszüntetünk, mert ugye arról már volt szó, hogy miért bürokrácia csökkentés, a különböző fölösleges pozíciók megszüntetése, könnyen formálható szervezet létrehozása, tehát ilyen okokból. És akkor nézzük azt, hogy ezek helyett mi megy bele. Ja, pirossal jelölt részt kerül bele. A nemzetiségi önkormányzat megszűnése esetén az állami számvevőszék végelszámolást készít. Ennek megye nyilvánvalóan ők ellenőrzik ezeket a hivatalokat, tehát ugye ők csinálják ezt a dolgot. Ennek végeredményeként összevetik az addig leadott eredményeket, ha az egyezik, akkor véget ér az elszámolás. Ha számottevő a hiány, az állami szám, tehát nem 10 vagy 20 forintot valahol elcsúsztak a könyvelésbe, hanem ilyen százrek, meg milliókkal nem sikerült tisztességesen elszámolni, vagy például kamu számlákat találtak, amik fiktív cégek állítottak ki, vagy esetleg valós cégek fiktív tevékenységekről, stb. Tehát, hogyha valamilyen bűncselekmény történt, akkor ezt az állami számvevőszék ennek a keretében felgöngyölíti, és ezért is van azt, hogy ezt hozzuk be új szabályozásként. Az állami számvevőszék feljelentést tesz, hogyha ugye jelentős a hiány, és akkor onnantól kezdve az már egy rendőrségi ügy. Tehát abból, hogyha nekik nem sikerül tisztességgel elszámolni, akkor értelemszerűen abból börtön is lehet, de az már nem az állami számvevőszéknek a feladata, ennek a megítélése, hanem rendőrség, aztán a vádképviselete az ügyészség, és ugye a bíráskodás pedig a bíróságé. Tehát ugye ott már a demokratikus intézményrendszer dönt, ez nem az ÁSZ-nak a dolga. A végelszámolás teljes egésze nyilvános. Minden elkészült dokumentumot az állami számvevőszék feltölt az internetre. Mindenki számára ingyen hozzáférhetővé teszi a honlapján. És ezzel már is megalapoztuk a társadalmi kontrollt.
hogy tartaniuk kelljen mindenkinek, aki megpróbál hozzápiszkálni a közvagyóhoz, tartania kelljen a társadalomtól, már csak azért is, mert megtudják ezen keresztül, hogyha valaki simlis volt. 141. paragrafus, ez szintén megy ki belőle az eddigi hibás szabályozásnak, ez is a része, első bekezdés. A leköszönő elnök megbízatásának, na hagyjuk a leköszönő elnököt, mert nem lesz ilyen, hogy elnöki pozíció, úgyhogy, úgyhogy az nem nagyon fog leköszönni. Ami benne marad, és ami belemegy, ugye ez a piros rész, tehát a képviselő testület közgyűlés tagjai egyetemlegesen felelősek a végelszámolásért. Tehát akiket megválasztottak, ők lesznek felelősek a végelszámolásért. Ez nyilvánvaló, nem elsősorban az elnök, meg annak hiányában a elnök helyettes, hanem mert olyanok nem lesznek együtt. 142. paragrafus. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén, ha a nemzetiségi önkormányzat volt tisztségviselőjének, nagy volt, vagy volt képviselőjének személyes felelőssége nem állapítható meg, a volt képviselő testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli meg, hogyha valami trükközés volt. Ha törvénytelen dolgokat csinálnak, valamelyikőjük erről tudomást szerez és nem tesz feljelentést, az már épp elég baj. Ha valaki döntéshozó és nem veszi észre, hogy a szervezet törvénytelenül cselekszik, az is elég nagy baj. Ilyen szabályok mellett kénytelenek lesznek odafigyelni a szervezet működésére, mert ugye, hogyha valami gáz van és nem állapítható meg valakinek egyértelműen a felelősség, akkor ugye közös lesz a felelősség, tehát mindenféleképpen kénytelenek lesznek neveket kiadni, kénytelenek lesznek információt kiadni a hatóságnak, hogyha ők maguk nem akarnak ülni egy más által elkövetett bűncselekmény miatt. Tehát alapvetően emiatt számukra nagyon-nagyon oda kell majd figyelni a pénzügyekre, és hát ez persze ezzel elősegítjük az önkontrollt a hivatalon belül, hogy ők maguk is értekeltek legyenek abban, hogy nehogy valamilyen összeg is eltűnjön, akár csak 10.000 forint, 100.000, stb. Tehát ilyen szabályok mellett kénytelenek lesznek odafigyelni a szervezet működésére, és ha valóban benne voltak a dologban, nem tudnak kislisztolni a felelősségre vonást alól azzal, hogy ők nem is tudtak a dologról. Hát ez nekik nem lesz mentség igazából. Hát ez önmagában nem lesz elég, hiszen ők közösen felelősek a saját szervezetükért, és nem is lesznek sokan, tehát nem lesz követhetetlen a dolog. Az országos önkormányzatban egy választott ember lesz, tehát ott egyértelmű lesz a felelősség, hogyha a pénzek eltűnnek. Jó, egy újabb fejezethez érkeztünk, ugye az alapból zöldel van jelölve a fejezet címe, tehát az egész kimegy belőle. A nemzetiségi önkormányzatok társulásairól szól, ez szintén a szétdarabolt önkormányzati rendszernek a dolga, ezek a önkormányzati társulások, tehát ez szintén kimegy a törvényből, mert nem lesz szétaprózva az önkormányzati rendszer, a kisebbségi, vagy más szóval nemzetiségi önkormányzati rendszer, így aztán nekik nem kell ilyen erőlködni, hogy összevonják egymást, önmókat, tehát ez kimegy belőle ez egész fejezet, és akkor szintén elértünk egy újabb fejezethez, ugye a társult nemzetiségi önkormányzati testület, ez szintén a szétdaraboltságnak a összefonódások, életben maradásra való hivatali hajlamnak a kiélésére volt jó, ez is kimegy belőle, nem lesz társult nemzetiségi önkormányzat, mert országos nemzetiségi önkormányzatok lesznek, az nem társul, ennek nincs is értelme, nem is kell. Aztán szintén egy újabb egész fejezet megy ki belőle, a 10. fejezet, nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete, mivel ugye erről már előbb volt szó, hogy ezt az állami számvevőszék felügyeli alapvetően, de hogyha valaki törvénytelenséget lát, az bejelentheti a rendőrségnél, és hát ők természetesen utána nyomoznak, aztán ügyészség, bíró, stb. Tehát azt már ismerjük, úgyhogy ezt nem kell külön tisztázni. De azért nézzük meg, hogy mit rontottak el az eddigi szabályozók. 146. paragrafus első bekezdés. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a törvényen alapuló feladat ellátási kötelezettségét elmulasztja, a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás bíróság által történő megállapítását.
Tehát alapvetően a törvény teljesen elnyomó módon a kormányhivatalokat teszi meg a nemzetiségi önkormányzatok felettesének, ami röhely. A nyilvánosság miatt ilyen egyébként sem fog kelleni, ha törvénytelenül járnak el, arra a társadalom fogja őket figyelmeztetni. Ha nem elég a figyelmeztetés, akkor a rendőrség és a ügyészség jár el, vagy épp az állami számvevőszék figyelmezteti őket. Tehát alapvetően ez a rendelkezés ezért megy ki belőle, és akkor mehetünk is a 147. paragrafusra. A fővárosi és megyei kormányhivatal mérlegelési jogkörben hozott önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja. Nem, nekik nem lesz ilyen kötelezettségük. Egyébként is beolvadnak az összevont önkormányzatokba a kormányhivatalok. Úgyhogy a említett intézmény nem fog létezni. Aztán a következő videóban lesz szó erről, hogy a nemzetiségi önkormányzatok és központi állami szervek kapcsolatáról, továbbá a műsor a törvényi résznek a tisztázása után még beszélünk arról, hogy konkrétan milyen összegek voltak, amiket eddig kiutalt az állam a különböző címeken a nemzetiségi önkormányzatoknak, és hogy ezt hogyan lehetne megfelelően összpontosítani, és valódi problémákra összpontosítani erről. Már ugye beszéltünk a tiszta felhasználásról, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet valós törvényi felügyeletet létrehozni, tehát ezek után nekünk már csak annyi dolgunk lesz ebben a műsor sorozatban, hogy megnézzük azt, hogy konkrétan milyen összegekről van szó, és akkor ezt hogyan lehetne jól elkölteni, úgyhogy ebből ne a hülyeség süljön ki, amire eddig eléggé gyakran voltak példák. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és akkor a következő videóban folytatjuk.